A rajkban minden úgy történik, hogy nem nagyon lehet visszavezetni az okát. Valahogy valakinek az agyában megszületik valami, de még azt sem lehet tudni, hogy kinek. És akkor abban valahogy általában nem lesz semmi, ez általában dominált kimenetel a nagy ötleteknek, és néha meg lesz. Ide már bekerülni is nagyon jó dolog. Tehát én aznap, amikor megkaptam a hírt, hogy föl vagyok véve a rajkba, akkor onnantól kezdve nagyjából ilyesmi lehet, mint amikor valakit egy törzsbe felnőtté avatnak, vagy amikor valakinek megvan a konfirmációja. Mindig próbálgattuk a határokat, tehát mindig addig mentünk el, ameddig lehetett. Ugye, és ahogy ezek a határok puhultak, tehát mint mindig kipróbáltuk, hogy meddig lehet elmenni, mindig toltuk kifelé. A rajkot a maga hatalomhoz való viszonyában nem a hatalom maga érdekelte. A hatalom, mint a probléma része, az mindenképpen fontos volt. Az ember rengeteg skillt tanul itt meg. Megtanul beszélni, megtanul egy informális közegbe egyeztetni, megtanulja azt, hogy veszíteni lehet, meg nyerni lehet. Megtanulja azt, hogy ha valakit én most itt jól beledöngölök a sárba, akkor az holnap után ötször akkor lesz, mint én is visszadöngöl a sárba. Rajk az már a 80-as években felvállalta azt a küldetést, hogy a mainstream amerikai közgazdasági irodalom alapján tanultak az emberek, és ezért is van az, hogy a közgazdászoknak az idősebb generációjában is azok, akik nyugaton publikálni tudnak, és a nemzetközileg elfogadott teljesítményt tesznek le, azoknak nagyon nagy része rajkos.